Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hitköznapok mai vendégeit, Borbély József lelkész pásztort, a Hídgyülekezete lelkészét. Szervusz Józsi! Szervusz Szandra, köszöntöm a kedves hallgatókat! És Súrjányi Dávid újságírót, a Hetek újságíróját. Szia Dávid! Szia Szandra, én is köszönöm a meghívást! Ahogy megszokhatták, a hallgatók híreket elemzünk, véleményezünk, gorcső alá veszünk, hát ez ma is így lesz, és össze is gyűjtöttünk már egy pár hírecskét, úgyhogy ezzel kapcsolatosan várnám majd a kedves véleményeket, gondolatokat. Vágjunk is neki, azért egy 6-7 hír ma is van a tarsolyban. Kezdjük egy kis belpolitikai aktualitással. Titokban rögzített szexvideóval támadják Budaörs polgármesterét. Tisztelt választópolgár, tekintse meg Wittinkoff Tamás bemutatkozó videóját. Ez volt olvasható azon a szórólapon, amit budaörsi postaládákba dobtak be múlt hétvégén. A szöveget követő link egy pornó videó megosztó oldalra vitt. A 12 perces titokban rögzített videónak a címe arra utalt, hogy azon egy magyar politikus és egy prostituált együtt léte látható. Wittinkoff beismerte, a videón egy masszörnővel látható, 4 éve készült a felvétel titokban, és közzétételét zsarolás előzte meg. Azt is mondta, a polgármester pontosan tudja, hogy hibát követett el, de ez csak a családjára tartozik, ők teljes mértékben mellette állnak. Nos, hát elég nagy port kavart ez az ügy, elég nagy botrány is lett belőle. Józsi, úgy tudom, neked vannak budaörsi kötődéseid, igaz? Ott lakom 1992 óta. Még mindig? Igen. Ó, azt hittem Bicskén, de akkor ezek szerint Budaörsön. Budaörsön lakom. Hát akkor kaptál ilyen szórólapon? Nem kaptam, de hát ez a hála hír... Istennek. Igen, ez a hír, ez nagyon-nagyon fölkavart, megmondom őszintén. Tudni kell azt, hogy Budaörsnek a polgármestere Wittinkoff Tamás gyakorlatilag a rendszerváltás óta a Budaörsöt nagyon szépen felvirágoztatta. Még annak innen SZDSZ-es politikus volt, és töretlenül a városvezetésben van gyakorlatilag 1990 óta, ha jól emlékszem. Elképesztő, az már közel 30 év. Igen, igen. Soha nem tudták legyőzni politikai ellenfelei. Én személyesen ismerem egyébként Wittinkoff Tamást. Ennyire jó, mármint városvezetőnek? Jó, igen, igen, uh-huh. Igen. Igen, és ráadásul ott lakik 2 utcával lejjebb tőlem, ahol én is lakom. Mondom, személyesen is ismerem, egy korrekt, higgadt, intelligens embert ismertem meg benne. Tudtad, hogy masszőrökhöz jár? Nem. Azt tudom, hogy a házassága, az első házassága válságban volt. Talán el is vált, ha jól tudom. Újra házasodott talán, azt hiszem, nem akarok ebbe belemenni, de hogy tudom, hogy voltak házassági problémái. De azt viszont tudom, hogy nagyon felkavaró a hír. Én bennem is beindult folyamatokat. És hát, hogy is fejezem ki? Őszintén. Hogy, jó, oké. Ez árnyaltan akarom mondani. Uh-huh. Egyrészt első az volt, hogy na, akkor most van az, amikor nem fogok rá x-elni. Ez volt az első reakcióm. Gondolom, ezt akarják vagy nyilván elérni, akik ezt közé tették. Igen. De utána elkezdtem gondolkozni azon, hogy igazából mi ez az egész. És ugye, mint lelkészként, én azért elég sok embernek a bűnvallását hallom. És nagyon sokan térnek meg úgy, hogy előtte házasságot törtek, stb. Szóval nagyon durva háttérből tudnak emberek jönni. És azt látom, hogy Istennek a kegyelme azokra, akik nem tagadják le a bűnöket, hanem beismerik, és bánják, amit csináltak. Istennek a kegyelme kiárad az ilyen embereknek az életére. Ez egyik, amit gondolkoztam. Most ő nem tért meg így, de ugye mondja, hogy a családja tud róla, és a családja mellette áll, nyilván felfedte magát, elismertem. Semmiféleképpen nem támadt vissza, vagy hogy nem az volt a reakciója, hogy de ti mit csináltok, hanem ő elismerte ezt a dolgot. Ez egyik oldal. A másik oldal az, hogy eszembe jutott az ige, amikor a Jézus az utolsó vacsorán mondja Péternek, hogy Péter, a sátán kikért benneteket, megrostálja benneteket, mint a búzát, de én imádkoztam érte, hogy a te hited ne fogjon el. Majd később megtérsz, és erősítsd a te testvéreidet, atyád fiait. És ugye Péter mondta, bárki elárul téged, Uram, én téged soha.
és fogadkozott. Mert ehhez képest 2-3 múlva hát letagadta Jézusnak a ismeretségét is. Azaz olyan helyzetbe került, olyan szituációba került, olyat rendezett a sátán, olyan helyzetbe hozta, amiről Péternek fogalma nem volt. Nem gondolta, hogy ilyen erők is vannak a világon. Igen. És bevitte őt hát egy olyan helyzetbe, ahol hát a Péter azt se tudta, fiú vagy lány. És azt gondolod, hogy a polgármester is egy ilyen helyzetben követhette el ezt? Hát, azt nem tudom. Én semmiféleképpen nem lennék bűnpártoló, távol legyen tőlem. Amit csinált, elítélendő, házasságtörés, undorító dolog, és valószínűleg lehetséges, hogy most lesz az, amikor nem fogják megválasztani. És ennek az egyik oka ez lesz. Amúgy ezt érezni ott Budaörsön, ezt a közhangulatot? Hát azt lehet érezni, hogy megváltozott a légköz, a furcsa millió lett, azt lehet érezni. Mondjuk ez valamilyen szinten, bocsánat, hogy ezt mondom, de azért lehet, hogy pozitív, hogy ez már valamilyen szinten azért csak kiveri a lakosokban a biztosítékot, de persze majd beszéljünk arról is, hogy azért ez egy nagyon csúnya eszköz ezt dolog volt. Ezt akarom mondani, hogy igazából a Jézus azt mondja, a sátán kikér benneteken, azaz azt gondolom, ez a fajta módszer, amit csináltak, ez teljesen ördögi és sátán. Hogy valakit bevisznek egy olyan helyzetbe, megrendezik előre, mert meg volt rendezve egyértelműen, mert akkor nem lett volna kamera, stb. Ezt behúzták a csőbe. Nem hülye ember, nem veteti fel magát ilyen helyzetben, nyilvánvalóan. Szóval megrendezték előre, lefizették a nőt, és megcsinálták ezt a dolgot, azért, hogy utána vádolhassák és elkasszálhassák az ő karrierjét. Azt gondolom, ez az ördönnek a módszere. És akkor ez volt a második, amit gondoltam, hogy viszont, ha most szavaznom kell, biztos nem fogok olyanra szavazni, aki ebben érdekelt, és aki nem mondja erre a módszerre, hogy ez undorító, és ezt kikérem magamnak. Én azt gondolom, a ellene induló politikusoknak is fel kellett volna szólalni, hogy ez már sok. Nem tették meg a helyiek? Nem. Nem, és az a véleményem, hogy én bennem egy olyan undor alakult ki, mert érted az, hogy az ördög csinálja azt az embereket, behúzza, hogy a helyzetbe, csapdába, kihasználja a gyengeségét, akár, mint az mindegy. Meg az, hogy bűnös ember. Ismétlem, nem vagyok bűnpártoló. Persze. Semmiféleképpen nem azt mondom, hogy felmenteném Vitingoff Tamást a felelőssége alól, de azért tudjuk, hogy az ördög mesterien érte ahhoz, hogy az embereket kösatja, hogyha ki vannak fáradva, hogyan lehet őket kísértésbe hozni. Ezt kihasználva megcsinálja, és utána pedig kárhozatra ítéli. Azért ez egy nagyon ördögi, sátáni dolog, és ezt azt gondolom, hogy tényleg mindennek az a teteje, vagy alja, vagy hogy fejezzem ki. Engem ez nagyon felháborít, és nem tudom, kire fogok szavazni, mondom őszintén. Nem is várom, hogy eláruld ezt most. Nem is mondanám el természetesen, de azért nem fekete és nem fehér ez a kérdés, azt gondolom. És ha ide jut a politika, meg, és mondják, hogy persze ő közszereplő, meg ilyen, de hát azért közszereplők is van magánélete, meg a szexuális, hát azért az egy nagyon intim dolog, ami nem tartozik ilyen értelemben a közelé. Hát abszolút nem. Ha csak nem dicsekszik vele ő maga, hogy mondjuk olyan beállítottságú másfajta, és valaki ezzel dicsekszik, de a Vitingoff talán nem csinálta ezt. Igen, mondjuk én azt azért felvetném, és erről még akár vitatkozhatunk is, de Dávid, mondja el a véleményét az ügyről, hogy azért egy elöljáróval kapcsolatban legalábbis bennem vannak plusz elvárások, amit, hogyha azért nem példa bizonyos területeken, akkor mivel keresztény emberként gondolkozom és választok, egy ilyen után nem biztos, hogy jó szívvel mernénk rászavazni. De Dávid, kíváncsi vagyok a véleményedre újságíróként. Hogy látod ezt az egész történetet? A véleményem szerintem bele fog torkolni abba a dilemmába, amit te most felvetsz. Osztom Józsefnek a megdöbbenését, és bár ennyire személyes érintettségem a budaörsi ügyekkel nincsen, de elsősorban, mint pesti lakos, van érintettségem a jelenleg zajló kampány tekintetében, és az igazság, hogy az a gusztustalan természet, az rendkívül visszatetsző kampánymódszer, ami mindkét irányból megnyilvánul, különösen ebben az ügyben, az nagyon jellemző az egész kampányra, és ezért olyan jó lesz már, ha vége lesz, mert valahogy az, ami Amerikában elindult, és Nyugat-Európában is beállt, hogy a kampányok gusztustalanok, egymást teljes bemocskolásáról és karaktergyilkolásáról szólnak, mert egy ideje ez zajlik. Hát negatív kampányok. Abszolút negatív kampányok. Ez rettentő visszatetsző, és nagyon demoralizálja szerintem a társadalmat is. Rengeteg, hogy most egy kicsit szellemi módon fogalmazzak én is, azért szerintem rengeteg démont ráúszít a közéletre, a közbeszédre. Igen, mert megy egy gyűlölködés. Mondják is, hogy demonizálják. Így van. Igen, ez így van. Szó szerint. És
nekem, én sem tudok elmenni, sem mint újságíró, sem nem mint jogász ennek a extra gusztustalanságának, ennek az ügynek. Igazad van, és egyetértek a tekintetben, hogy egy közszereplőtől többet várunk. Valóban a közszereplőknek nagyobb teljesítményt kell hozni, a bizonyos szempontból a magánéletük is valamilyen szinten gorcső alá kerül. Persze, én nem ilyen szintre gondolok, tehát azt gondolom a házas élet, a szex, ahhoz senkinek semmi köze. Ellenben van az a fajta privát szféra, ahova nem lehet behatolni senkinek. És ezt rettentő durván, szerintem a magyar közéletben példátlan durvasággal megcsinálták. Igen. Tehát azt, hogy valakinek egy aktusát kirakják, sőt ezt terjesztik, igen, ilyen szinten. Sőt ezt megrendezik, direkt behúzzák a csőbe. Igen, eleve valószínűleg tényleg egy megrendezett. Igen, ezt mondjuk ki, hogy ez gusztustalan, igen. De valóban maga a tett is gusztustalan, tehát ezt se lehet tagadni, tehát méltán elítélendő cselekedet, de ennek nem ez az eszköze. És az, hogy valakit nyilvánosan, tehát kell egy nyilvános megszigyenülés, hogyha valaki közszereplőként disznóságot csinál. Uh-huh. Viszont ennek megvannak a maga diplomatikus és, hát hogy is mondjam, nyomdafestéket tűrő megoldásai. Ez gusztustalan. Igen. És nagyon meg vagyok döbbenve, hogy a magyar közélet le tud süllyedni olyan szintre, hogy pornó felvételek repkednek a kampány során. Ez nem megengedhető, és ez valami nagyon súlyos betegséget mutat a magyar társadalomról. Igen, sajnos erre azért úgy látszik eléggé vevő a nagy közönség. Én mondjuk most nem néztem meg a kattintások számát, hogy mennyire kapták föl ezt a videót, de hát sajnos azért ennek óriási romboló hatása van morálisan is, nem Józsi? Igen, abszolút, és hát az embereknek undora lesz gyakorlatilag mindentől. Ide-oda szerintem hat, az embereket apolitizálja ez, az a véleményem, illetve hát akik nagyon, nagyon be vannak gerjesztve a politikai oldalon, és nagyon, nagyon hogy mondjam, átok alatt fogadták eskü alatt, hogy annyi nem esznek, amíg nem nyer a pártjuk, ezeket inkább aktivizálja még, de alapvetően a normális polgári erkölccsel bíró embereket undor fogja el ettől az egésztől. És ismétlem újra mondom, hogy az Isten úgy szeret, az Isten szent, nincs benne semmi bűn, nincs benne semmi bűnpártolás. Ő senkit nem kísért, azt mondja a Biblia, ő nem kísért senkit. Az Isten nem kísért senkit. Ő nem kísérthető, és ő maga se kísért senkit. Ez a sátánnak a módszertana, ez a véleményem, és az Isten úgy szerette az embereket, hogy odaadta a fiát, hogy meghaljon a bűneikért. És aki ember szégyeli a bűnét, és bocsánatot kér érte, most nem tudom Isten előtt alapvetően, de hát az ember vállalta a felelősségét, azt gondolom afelé a kegyelem szokott mozogni, működni. Aki eltitkolja, azt pedig ugye nyilvánosra fogják hozni valamikor, a háztetőkről kiabálják ki. Bitinkhoff Tamás felelős ezért, nagyon sajnálom, mert szerintem egy sokkal jobb indulatú ember, hogy ezt érdemelje, azt hát látszik, hogy erkölcstelen emberről van szó. Uh-huh. De talán ezek után átgondolja 50-szer, hogy hova megy és kivel masszíroztatja magát. Igen. De alapvetően engem világi azért, ember, nem keresztény, szóval nem lehet rajta a presbiteri követelméket számon kérni. Nem lehet, ezzel abszolút egyetértek, csak mondom bennem, hívő keresztény emberként nyilván azért vannak morális elvárások abszolút a közszereplők, vezetők iránt. Abszolút. És mert ugye több cikk foglalkozott azzal, hogy most a vezető is embernek is lehetnek gyengeségei. Lehetnek, de bizonyos szint alá azért, tehát muszáj, hogy példát adjon, mert különben hova vezeti a nyáját, a népét, és most nem csak hát, egyházi nem értelemben. Nyája, hál' Istennek. Hát most nem egyházi értelemben mondom, de azért mégiscsak az igazgatáshoz is kellenek egyfajta morális. Nézd, nem volt neki elmúlt 30 évben anyagi, legalábbis nem derült ki anyagi visszaélése. Uh-huh. Nem tudták ezen rajta kapni. Ha tehetik, általában ezzel szoktak a politikusokat revolverezni és kinyírni, hogy ma találnak valami ügyet, ahol elfogadott pénzt, vagy valami olyan korrupciós, vagy saját vállalkozásával dolgoztatott közbeszerzéssel, ilyeneket szoktak. Ezt nem találtak nála. Ilyen értelemben ezen a területen nem tudták elkaszálni. Nem véletlenül Budaörs, a Magyarország, ha jól tudom, egyik első vagy második leggazdagabb városává nőtt föl az ő vezetése alatt. Igen. Ez tény. Ez az egyfőre eső jövedelem a községen belül egyik legmagasabb az országban. Úgyhogy sikeres vezető volt. Uh-huh. Az elmúlt két ciklusban ráadásul úgy volt vezető, hogy a testületben a Fideszes kormánypárti képviselők többsége voltak, és ezek is együtt tudott dolgozni.
Nagyon érdekes ez. Csak mondom, hogy mielőtt mindenki egyből pálcát törne fölötte, amit csinált gusztustalan és elítélendő, de hogyha így veszíti el a hivatalát, vagy nem nyeri meg a következőt, az nagyon ördögi, és nagyon, nagyon nem fair. Mondjuk Bill Clinton is megúszta. Hozzátenném azt, hogy olyan területen buktatták őt meg, most József gondolatmenetét továbbvíve, ahol valószínűleg az ő bukásából, esetleges bukásából haszonélvező másik oldal politikusai ugyanúgy megfoghatóak lennének, csak most nem ők vannak kiemelve. Uh-huh. És ez mutatja, hogy más ugye szexbotrányok is voltak ebben a kampányban, ugye László Imrének az esete, stb. Szóval nagyon megfogható az ember ezen a téren, nagyon sokaknak van vaj a füle mögött, és hogy azok, akiknek vaj van a füle mögött, azzal érvényesülnek a kampányban, hogy a másik füle mögött lévő vaját lebuktatják, ez aljas. Aljas és primitív, és én szerintem nem csak abszolút mondhatjuk teológiai értelemben, hogy ez vissza fog rájuk csapni, és aki ilyen tevékenységet végez, előbb-utóbb őt is le fogják leplezni, mert azt mondja a Róma levél is, hogy te, aki ilyen dolgot teszel, ilyen is ilyen dolgot eltéren, elítéled a másikat. Igen. És azt gondolod, hogy az Istennek a kegyelmétvel visszaélhetsz, és téged nem fog utolérni? Utol fog érni ezeket az embereket is az ítélet. Uh-huh. Tehát mondhatom azt, hogy minden ismétlem, újra mondom, semmiféle bűnpártolás nincs bennem, és egyáltalán nem értek egyet ezzel, és elítélem, és én házas ember vagyok, 27 év óta tisztességesen élek házasságban, és hűségesen, távol legyen mindenféle ilyesmi. Persze. De megesett rajta a szívem ezek után. Abból a szempontból nézve, hogy törbecsalták, hogy milyen ördögi az egész. Ez egy sátáni viselkedés. Nyilván nálad van egy személyi érintettség. Igen, igen. Ugyanakkor viszont tény, hogy az is igénye a közszféra, közéletnek, hogy azért derüljenek ki a disznóságok. Igen, csak ugye ennek megvannak a maga eszközei. Tehát ez túl, hogy most ilyen fiatalosan fogalmazzak, túltolták. Ezt túltolták, és övön alul én ezzel egyetértek. Most nézzünk meg, most itt vagyunk a Trump, aki a harmadik házasságát fogyasztja. Mennyivel jobb? Nem, tehát erkölcsi értelemben. A Monika ugye a Bill Clinton-nál. Szóval ő is bocsánatot kért, megtért belőle, úgymond, és mindenki... Csak valamilyen szinten azért ez kiábrándító. Megmondom neked őszintén, az ember állandóan hallja. De fontos volt, hogy kiderüljenek hallja azok az ügyek. Igen. És ott nem raktak ki tisztátalan mocskos videókat, és ezért az eljárás fair volt. Igen. És a felelősségre vonás módszere is fair volt, még akkor is a politikai eszközként használták ki sokan, ahogy most Trump ellen is azóta is használják ki sokan, de fontos, hogy a vezetőknek a tisztességes vagy tisztességtelen létmódjára fény derüljön. De továbbra is mondom, egyetértek Józseffel, ennek nem ez a módszere. Nem ez a módja, abszolút. Ja. Tehát én igazából tényleg ezt akartam kihangsúlyozni, hogy azért keresztényként nekem az is célom, hogy azért a közélet az akkor is tisztuljon, még hogyha ez a mai világban egy ilyen naív, illuzórikus elképzelés. Ja. Csak az a szomorú, hogy kijön a helyére. Tehát hogy azok, akik most itt ilyen tisztességtelen eszközökkel lebuktatták, azokon is látszik, olyanok is gátlástalan emberek. Használják ezt egy másik, és így kerül be hatalomba. Fú, nekem ők se lesznek jobb emberek. Rendesen forog a gyomorom az egész. Világos, abszolút. Értem. Csak tényleg az, hogy az ember annyi pletykát, fülest hall, hogy a hatalomban lévő szereplők mennyire mocskosak és erkölcsileg nullák, és ezek az emberek osztják az észt, meg a pénzeket, meg döntenek. Ez kiábrándító. Nézd, a Bibliában egyértelműen le van. A Példabeszédek 5. részben azon leírva a végén, hogy vagy a 6. nem is tudom pontosan, lapolja jobb oldalon, bal oldalon, hogy nyögni kell a parázna embernek élete végén, hogy nem hallgatott az erkölcsi tanításra, és az emberek élete végén már ugye mindig jön egy előítélet. Most nem úgy értem, hogy előítélet, hanem úgy, hogy egy ítéletnek egy megelőlegezett előszele. Igen. És ez máskor nem időskorban az embereket el szoktam már kapni, kiderül róla időskorában, hogy ki ő valójában. Hát nézzük meg a Domingo esetét. Ezt akartam pont mondani. Ott erre céloztam. 78 éves, ugye ráadásul, mint zenész, én már hadd mondjam el, hogy ez egy zseniális énekes. Az, hát. Hihetetlen, hogy énekelt. Ha tenor közül az egyik, három nagyon legjobb. Igen. Nagyon-nagyon nagy munkát is végzett, és közben igazgató volt, karmester, szóval elképesztő, mit csinál. És köztudott volt, hogy egy könnyűvérű emberről van szó, hogy így fejezzem, hogy forróvérű, akit tudták jól, hogy a másik nem iránt milyen vonzalmakat táplál, és nem fogja magát vissza eléggé. Na de felteszem a kérdést.
És oké, kijön 78-as korában, és elveszíti a hivatalát a Metropolitanbe, Los Angeles-i vége a karrierjének, mondjuk 78 éves. És nem akarok vészmadárkodni, de ilyenkor szoktak megbetegedni, és gyorsan el is költözni sajnos. Reméljük, hogy nem így lesz vele. Igen. De az tény, hogy azért azt is mondja, hogy most 20 év után előjön, nem tudom valaki, miért nem akkor kiállt? Akkor kell kiáltani. A Biblia szerint az van, ha egy nővel erőszakoskodnak, és a városban van, kiáltania kell, különben ő is bűnös. Ha mezőn volt, akkor nem kérik rajta számon. Ha a városban van, és nem kiált, azaz nem szól egyből, nem ad két pofont az igazgatónak a liftben, hogy hozzányúlt. Érted? És mondhatják, hogy féltette az állását, de hát milyen állás az, aminek ez az ára, hogy fogdossák. Utána meg 20 év múlva jön vele elő, úgyhogy nem tudja bizonyítani. Mondjuk szakembereket is azért érdemes erről megkérdezni. Azért nehéz, figyeljetek, mert egy olyan köztiszteletben álló ember mondjuk, mint a Domingo, most képzeljük el, aki tényleg a szakma istenít, és egy ilyen kis kezdő tanonc lány elsikítja magát, hogy piszkált, hát azt a lánynak a hangját kihallotta volna meg. És ezért valószínűleg minden eszköze meg lett volna ilyen hatalmas embereknek, ha más nem a producereinek, hogy elhallgattassák. Igen. Eltegyék úgymond láb alól, ha nem is szó szerint, de minden esetre befogják a társulatból. A magyar zenei életben is voltak ilyen emberek. Nekem volt egy tanárom, aki ilyen volt. És szegény zongora kísérők menekültek előle, 80 éves, 80 fölött volt már, és mindenkinek a vállait masszíroztatva a zongorálás közben szegény nők rohangáltak előle el. Mindenki tudta milyen, és gondosan nem maradtak velük együtt egy szobába, stb. Kikerülték minden, és hát tudták milyen, ezért elkerülték. Érted, hogy azért azt gondolom, hogy az öreg megérdemli, mert parázna ember, és megvan a Bibliában, az öreg korában nyögni fog. Ez benne van a Bibliában, itt van. Uh-huh. A Biblia igaz, és ha nem tért meg belőle, és parázna ember volt, ez az eredménye. Utoléri a bűne. Ugye az azt mondja, ez igen olyan, hogy jaj annak, aki a bűneit vonszolja magával, mint a szekeret kötéllel. Ugye a szekérnek sose kötéllel húzzák a lovak, hanem mindig szekérruddal. Miért? Mert amíg valaki fölfele megy, addig a kötél feszesen marad, és a mögötte lévő szekér megfelelő távolságban tőle. De hogy lejtőre kerül valaki, elindul a csúcsról lefele, a kötél nem tartja meg a távolságot, hanem rágurul a szekér hátulról. És el fogja tiporni. A múltja, a bűnei, amik ott vannak a szekérbe belepakolva, rá fog omlani az egész úgy, ahogy van, utoléri. Ezt mondja az Ézsaiás, hogy jaj, annak, aki a bűneit vonszolja a kötélen. Szekéret, úgyhogy ez történik ővele gyakorlatilag. Igen. És azt kell mondanom, hogy bizonyos szempontból még ez is kegyelem, nem csak a közélet számára, hanem az ő számára is, mert van lehetősége elgondolkodni. Ugye a történelmi ítéleteknek is mindig az a jelentősége, hogy az ember kapjon egy esélyt elgondolkodni, hogy mit rontott el, és akkor még ezeknek az embereknek is lehet kegyelem. Azoknak viszont, akik gátlástalanul ítélkeznek életük végéig, és kihasználják mások gyengeségeit, szerintem kevésbé tudják a kegyelemnek azt a kedves, lehelletnyi, sokszor megalázott állapotban elérhető pillanatát megragadni. Igen. Abszolút. Igen, hát ez az ítélet előszele, ez az előítélet, ez pontosan erre, amit mondasz, Dávid, ez erre való, hogy mielőtt meghalna az illető, hát ha megtér, hát ha magába száll, hát ha azt mondja, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, elszúrtam azért, tényleg egész életemben ezt meg azt csináltam. Meg kiáll a nyilvánosság elé esetleg, és bocsánatot kér azoktól a hölgyektől itt is. Engem ebbe az ügybe csak egy valami zavar, hogy itt sincsen bizonyítottság. Na, hanem, mire gondolsz? Hát az Domingo ügyben, hogy Domingo. Nincs bizonyítottság. A Vitikovnál hát azért 20 nő fölállt. Van bizonyítottság. Aha. Hát, ja. Azért az nem kevés. De nincs tárgy, az a fajta bizonyítás nincs. Hát ez nagyon nehéz, azért legyünk őszinték. Tény, hogy ezen a téren a látencia nagyon nagy, tehát viszonylag nehéz, de én szemben igazam van a Józsinek, hogy ezért lenne jobb viszonylag hamar tetten érve. A kiáltani kell. Kiáltani nincs messze. De, ha valaki erőszakoskodna, kiáltani messze kell. Messze áll tőlem az áldozat hibáztatás, viszont tény, hogy ritka az, amikor hogy fogalmazzak, hogy meg utána azért ne nyilván meg. Nem akarlak benneteket arra kényszeríteni, hogy érezzetek bele egy kicsit egy ilyen fiatal, törékeny lány lelkületébe, de hát azért annyira leblokkol egy nő, amikor egy ilyet átér, meg 20 éves, naivan. Nézd, a múltkor beszélgettem valakivel, nem mondom kivel, és azt mondta, hogy remélem, hogy nem fog senki előállni a MeToo kampány keretében, és azt mondani, hogy ő valakivel erőszakoskodott, mert nem csinált semmi ilyesmit soha. A régi életében, megtérése előtt sok viszonya volt ide-oda-oda. És fél attól, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy XY ezt csinálta vele, és nincs bizonyítás, csak a munkát veszti el, meg a mindenét. Uh-huh.
Érted? Szóval ezért mondom, hogy a, hogy a bizonyítottság, és nem olyan régen hoztak egy ítéletet, pont a francia mitus nőrevel kapcsolatban eszemben, olvastam már, nem emlékszem a nevére, akit elítéltek azért, mert nem tudta bizonyítani, nem volt bizonyítható, amit csinált. És a fickó, akit bizonyított, elveszette a munkáját, tönkrement, idegei minden tönkrement, és közben pedig az egész igazából egy hangulatkeltés volt. Uh-huh. Jogi alapon legalábbis. Uh-huh. És azért azt gondolom, hogy az ártatlanság vélelme megjár az embereknek addig, amíg nincs bizonyítva valami. Ismét mondom, nem vagyok bűnpártól, ott távol legyen, igen, tőlem. Igen. Csak engem is hoztak már hírben, nem így parázna területen, hanem mondtak olyat rólam már keresztényként is, amit aztán csak utána mondta, emberek, hát álljon már meg. Hát azért álljon meg a menet. Semmi. Mondjuk a Domingo már... esetében is azért, tehát ő nem tagad semmit. És azért a hallgatás. Hát mondjam, ő egy ilyen fickó volt, köztudott volt, mindenki tudta róla, hogy ő ilyen. A Domingóról is? Igen, persze. Hát volt már. Tudják ezeket a dolgokat. Kihez vonzódik, mindenki tud mindenkiről mindent ebben a körökben. Ebben a műsorban már értünk el többször olyan pontot, hogy nem megoldható az ügy. Tehát az igazság, hogy ez egy... Tény, megvan az igénye, különösen a férfi társadalomnak, hogy legyen bizonyítás, mert különben bemondásos alapon tönkretesznek teljes életeket. Ugyanakkor meg, megvan az, hogy ami konkrétan nem erőszak, és nem hamar vizsgálják ki, annak az bizonyítása például a kamera felvételek hiányában gyakorlatilag lehetetlen, és kénytelenek bemondásos alapon csinálni. Tehát ez nehéz feloldani, ezt az ellentétet. És ebből látszik, hogy az egész szórakoztató ipar tele van szennyel, olyan szennyel, amit szerintem csak egy korszakváltás fog tudni. A messiási korszak egyedül. Lesz még egyetem média, tudjátok, a messiási korszakban? Hát, valami mennyei média, csak lesz, remélem. Mennyei rádió. Na, mert menjünk tovább. Az önéletrajzodat, Szandra, oda. Igyekszem. Na jó, viccet félretéve, még csak az első hírnél tartunk, uraim. Úgyhogy jöjjön a következő. Ez maratoni lesz. Irán, Izrael megsemmisítése karnyújtásnyira van. Az iráni forradalmi gárda parancsnoka újfent Izrael megsemmisítésével fenyegetőzött, és figyelmeztetett, hogy az iszlám köztársaságnak erre bármikor megvan a lehetősége. Hossein Szalámi, ez most direkt volt, hogy oldjam a feszültséget. Komolyan vehető illetőről van szó. A gárdatisztek egyik teheráni rendezvényén arról beszélt, hogy 40 évvel az iszlám forradalmat követően Iránnak megvan a képessége a hitvány cionista rezsim megsemmisítésére. A forradalom második fázisában a sötét rezsimet le kell törölni a térképről, és ez többé már nem álom vagy ideál, hanem egy karnyújtásnyira lévő célkitűzés. Remélem, nincs igaza Szalaminak. Most beszéljünk a szalámi technikáról. Adjuk a szalámikat. Az Magyarországnak való finom. Igen. Mondjak valamit? Igen, szeretem. Szerintem nagyokat szóló szája van. Igen. Öblös nagyokat szóló szája van. Nyilván azért, hogyha sikerülne így csinálni atomfegyvert, akkor ez már nem olyan nagyokat szóló száj, akkor is nagyokat fog szólni, de... Hát ez a nagy kérdés, hogy hol tartanak. Ez egy veszélyes dolog. Hát szerintem ezért mondja ezeket, hogy lebegtesse és megfélemlítést csináljon, ezért csinálja. Az igazság, hogy Izrael megsemmisítése mindig karnyújtásnyira volt. Csak az a kar, ami ott van, az a messiásnak a karja, és nem fogja hagyni, de tény, hogy az ördög mindig is megpróbálta Izraelt megsemmisíteni teljes mértékben. Tehát ilyen módon nem csodálkozom azon, hogy ilyeneket mondogatnak, van benne igazság, hogy ez a cél, ez a terv, ez a 79 óta létrejött iráni muzulmán radikális rezsimnek az kb. Egyetlen radikális, konkrét célja. A saját társadalmukkal kapcsolatban nincsen olyan komoly elképzelés, mint egy másik társadalomnak, Izraelnek a megsemmisítéséről. Innentől fogva én ezt nem tudom egy legitim politikai hatalomnak tekinteni. Ez egy terrorállam, ami Iránban van, megszégyeníti a saját perzsa örökségét, mert Perzsia bármennyire is egy medve, egy bekebelező medve birodalom volt, ettől függetlenül Izraellel egészen emberség bánt Perzsia, és most ennek az utódállama, Irán, egy szörny lesz. Igen. És minden bizonnyal közeledünk ahhoz, amitről az Ezékiel beszél
a 36-os, 7-es fejezetekben a Gog-Magog háborúja, ahol Perzsiát egyértelműen Izraelt megtámadó és megsemmisíteni vágyó hatalomként beszél. Ezért amiket mondanak, egyrészt nagyokat szóló száj, de a nagyokat szóló szájnak vannak szerintem komoly és hát ördögileg felkent terveim, amit megpróbálnak majd végrehajtani, csak sose fognak sikeresek lenni. Ezért lenne jobb, ő nekik lenne a legjobb, hogyha befejeznék ezt, mert a saját átkukba, a saját rombolásukba, pusztulásukba mennek ezzel. Azért olyan démonikus erő van e mögött, nem? Szóval, hogy annyira emberi észre felfoghatatlan olyan ez a gyűlölet. Olyan gyűlölet, amely nem racionális. És az a meglepő, hogy az ENSZ-ben az ilyeneknek felszólalási lehetőséget adnak olyan országoknak, amik nyílt retorikával gyűlölködnek, megsemmisíteni szándékoznak, és emellett továbbra is az ENSZ ki ellen adja ki a legtöbb elítélő nyilatkozatot Izrael ellen. Szóval feje tetejére van állva a közélet. Abszolút. Most ez a nukleáris megállapodás ugye borult az Egyesült Államok miatt, Európa kivár, de hogy igazából senki nem tudja, hogy milyen szinten vannak, nem Dávid, így technikailag, hogy most tényleg van-e nekik már. Jó, mondjuk azt talán a szakemberek még mondják, hogy azért nincs atomfegyverük. Az urándúsítás zajlik, olyan rakétáik már vannak, amivel Tel Avivot el lehet érni. Akkor ez igaz. Ez abszolút, ez egyértelmű, mikha nem is feltétlenül atomtöltetőek ezek a rakéták, de Izrael célbevevésére abszolút alkalmas fegyvereik, távolsági rakétáik vannak. Egyelőre szerintem még nem alkalmas az iráni arzenál egy atomháborúnak a megvívására. És sajnos Európának a korrupt hallgatása e tekintetben rettentő veszélyes. Igen. Ugye Trump nagyon helyesen tette, hogy egy gusztustalan kényszer alkuból kihátrált. Démonizálják is érte azóta is, különösen a francia elnök. A francia elnök nemrég látogatta meg Khameneit, és próbál egy újabb, nem is tudom pontosan mit akarhat Macron, ma Merkelt mondok automatikusan, nem tudom miért. Szóval rettentő veszélyes, ahogy Európa játszik. Én nem csodálkoznék, hogyha nem sokára létrejön egy újabb iráni atomalkú, vagy bármilyen jellegű alkú, és az nem lesz jó kimenetelű, amit Európa és Irán össze tud hozni. Most ez az izraeli belpolitikai válság azért ebből a szempontból sem túl megnyugtató, nem? Tehát azért az lenne az érdeke Izraelnek is, hogy minél hamarabb álljon föl egy erős kormány, és mert azért mégiscsak van egy kitettségük, egy veszélyeztetettségük, például ilyen iránféle megnyilatkozások miatt. Várható, hogy valami lesz így egy-két héten belül Izraelben, hogy látod? Jó lenne, különösen annak fényében, ugye Irán nagyon ügyesen végzi a proxy háborút, vagy szeretné végezni a proxy háborút, ugye ők pénzelik az északon, az Izraeltől egy picivel északabbra lévő Libanonnak a Hezbollah nevű terrorszervezetét, ők pénzelik a Hamaszt, ők pénzelik az iszlám dzsihádot a palesztin területeken, tehát ilyen módon, ahogy mondod, Izraelnek nagyon súlyos és sürgős érdeke egy működőképes kormányzat létrehozása, hogy milyen prognózisok abban nem bocsátkoznék, mert attól tartok, hogy most beszéltünk nemrég a Likudnak a külügyi igazgatójával, és ő azt mondja, hogy szerinte ez csak úgy lesz életképes, hogyha a Gáncékkal összefognak, és egy nagy egység kormány létrejön Izraelbe. Hát Netanyahu ezt szerette volna, csak ez a Gánc. Most a Gánc ez nem hajlandó erre. Meglátjuk. Egyelőre hevesen mennek a vonatok a harmadik választás felé. Hát az meg mit oldana meg semmit, valószínű ugyanígy padhelyzet hát talán, lenne. Talán a választópolgárok fognak ebből tanulni, és valamire elhúznak, igen. Ja, ez végül is benne van a pakliban, meglátjuk. Nos, akkor mehetünk tovább, ugye? Következő érdekességre hívnám fel a figyelmeteket. Érdekes Twitter bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet egy svéd gyülekezet, mint írták, bejelentés jön, a názereti Jézus rámutatott, páing, hogy ki az ő egyik örököse, lehet tippelni, Greta Thunberg. Ezt vitelte a Liman városában található közösség. A világméretű környezetvédő megmozdulás miatt harangozni fogunk, és összegyűlünk imádkozni a bolygónk jövőjéért. Hisszük, hogy az ember felelőssége a teremtés védelme. Tudjuk, hogy a krízis a legszegényebbeket sújtja elsőként, köztük nőket és a gyerekeket is. Hiszünk abban, hogy még képes jobb irányba változni a folyamat, írta a vallási csoportosulás, amely az amazonasi helyzetet is a szívén viseli, és egyébként egy evangélikus gyülekezetről van szó.
Nos, hát nem tudom, Józsi, te hogy vagy vele. Én valahogy valami más örököst vártam volna. Mi az, hogy jogutód? Jogutód, örökös. Eleve ez a kérdés, mi az, hogy jogutód? Ezt nem tudom. Ők se konkretizálták ezt, teljesen érthetetlen. Nem tudom, megért. Gondolkoztam rajta, mi az, hogy jogutód? Az, aki, ha már nincs az, aki van, annak a jogait viszi tovább. Jézus Krisztusnak a jogait van jár ő, már nincs Jézus, vagy hogy... Nem. Hát ez egy jó kérdés. Szóval mi az, hogy jogutód? Ugye képviselni lehet, képviselhetné a názareti Jézusnak, de nem azt képvisel, egészen más képvisel. Hát én az ő szájából még Isten nevét nem erről hallottam. Van szó. Eleve ez a Gréta jelenség, most nem azért mondom, de szóval egy nyilvánvalóan lelkileg sérült lányról van szó. Ez az igazság. Beteg. És ezt felhasználják a háttérszervezetek arra, hogy egy beteg lánynak a kicsit ilyen hiszterikus kirohanásaival revolverezzék az ENSZ-et, meg nem tudom, kicsodálják az embereket. Hát meg az egész Egyesült Államokat. Meg igen, ezt azt gondolom, iszonyatosan erkölcstelen a lánnyal szemben is. Így van. A világgal szemben is. És eleve ez az egész kérdés, ez a bolygó védelme kérdése, azt gondolom, hogy kell rá vigyázni, és valóban a Hoseás mondja, Hoseás talán 4-ben van leírva, hogy azért busul a Föld, mert nincs igazság, nincs Isten szeretete, nincs Isten ismerete, ezért busul a Föld, erőtlenedik a Föld, és mondja az állatok is, mindenki romlik. Így van. Az emberek erkölcsi állapota, az befolyásolja a Földnek az állapotát. Igen. Azaz nem arról kéne prédikálni, hogy mi van, az is fontos az Amazonas kérdése, de hogy igazából mitől romlik a Föld? A bűntől. A bűntől. Az emberiség globálisan olyanféle fajta bűnöket követ el, ami miatt a Föld kiokádja magából az emberiséget. Ugye mondja a Biblia, hogy a kananus népek is így kerültek ítélet alá végül is, és az tönkre megy a Föld. Hát amikor tudjuk Izrael földje, és hogy tönkre ment, Izraelnek a bűnei miatt diaszporába kerültek, és mire visszakerültek 1948-ra, gyakorlatilag egész Izrael földje egy sivatag volt, kősivatag. A tejjel és mézzel folyó kánáról beszélünk. Igen, érdekes. Azaz gyakorlatilag ítélet alá került a bűnök miatt. Az ott lakó népnek a bűnei miatt. Most lehet látni, most újra virágzik, újra próbáljuk összeszedni magukat, de ha nem, ott is nem történik erkölcsi változás, illetve hát így gyűlölik a vallást, illetve Istent magát, meg a szombatot meg akarják szüntetni. Hallom, hogy ezek a Likudnak a tervei, hogyha ezt megcsinálják, akkor megint az lesz, hogy nagyon nagy bajba fognak kerülni. Szóval Föld, ahhoz, hogy milyen állapotban van, ahhoz ott lakó embereknek az erkölcsén kell változtatni, nem pedig egy szegény beteg lánynak a kiáltozását előtérbe helyezni. Még nekem az a döbbenetes, hogy egy keresztény közösség ennek így hogy ülhet fel? Úgyhogy nem ismerik a Bibliát. A skandináv kereszténységet csak nagyon-nagyon nagy jó indulattal lehet bármilyen szinten a kereszténységgel összhangba hozni. Tehát ők nagyon régóta egy ultraliberális világképet képviselő, keresztény, messziről színezett, óvatosan keresztény mázzal rendelkező, már amennyiben Jézus nevét használják, és inkább azt mondanám, hogy inkább azzal visszaélnek, meg Isten nevével, már Jézus sem teljesen polkorrekt, inkább Jézus, vagy Istennek a nevével. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért, ha megnézzük János apostolnak az apokalipszisét, azért Isten egyértelműen leírja, hogy ő felelősségre fogja vonni azokat, akik ezt a bolygót, ezt a földet pusztítják. Ilyen szempontból ezért van ennek jelentőség, hogy ki hogyan bánik a földdel, és itt maga a bűnnek a kérdése is abszolút, ahogy József ezt felhozta, ez releváns is, maga a környezetszennyezés, pusztítás, tudatos életmód, stb. De azért egyértelmű, hogy ezt a kérdéskört Jézus fogja maga megoldani, ezt személyesen kezébe fogja venni, hogy a világnak a megújulása, a környezetnek a megtisztulása, stb. Ez erre már az ember akkora károkat végzett, hogy önmagában nem képes. Igen. Ezért nem tudok más mondani, mint hogy ennek a kislánynak kicsit le kellene nyugodnia, mert szegényt hisztérizálják, és valóban felelősek a szülei, rettentően felelősek a szülei, akik átadták ezeknek a liberális hordáknak, hogy atomira és egyik az amúgy is szenvedő és Asperger kóros testét és lelkét. Szóval, és ettől nem lesz jobban. Ettől nem lesz jobban. Hát, én azt mondom, hogy amit a baloldal művel ezzel a kislánnyal, az gyermekbántalmazás, és jogi felelősségre kellene vonni őket. És közben az anyukája meg pénzt keres az egész. Természetesen. Komoly vagyonokat szereznek ezen, élősködnek ezen a kislányon. Ettől függetlenül ő maga is
felelős, tehát nyilván ő, tehát 16 éves cselekvőképes lányról van szó, tehát ő is adja magát ehhez, tehát nem mondja azt, hogy gyerekek, visszavonulok. Élvezi a hát a figyelme. Nyilvánosságot, igen, igen. De rettentő visszása volt az ENSZ-ben elmondott rettentő hisztérikus, és azt kell mondanom, hogy olyan rendtendő természetellenes, látszott, hogy előre megírt, nagyon kellemetlen beszéde, amiben talán a legnevetségesebb, hogy ott ültek előtte, akiket vádolt, és állva tapsolták. És ez egész egy olyan bohózat, ami hát végül is az ENSZ-be ez teljesen jól elmegy, mert az ENSZ az önmagában egy bohózat, hát úgyhogy igazából megérdemelték. Hát csak micsoda színvonal ez, bocsánat, micsoda színvonal és ez. És szerintem az ENSZ-ben zajló butaság is mutatja, hogy beteljesedik, amit az ige mond, hogy gyerekek fognak uralkodni rajtatok. Milyen érdekes, jó meglátás. Igen, nos, mehetünk tovább? Kipipáltuk akkor a Jézus jogutódjának titulált. Jézus jogutódja, ha már fogalmazhatunk így, bár ez egy jogilag is, meg teológiailag is egy téves megfogalmazásmód, az az igaz egyház. És az igaz egyház fog részt venni Jézus Krisztussal együtt ennek a földnek a megújításában, újrateremtésében. Innentől fogva nem egy Greta Thunberg, hanem az igaz egyház, az igazi jogutód, hogy úgy igen. Fogalmazzunk. Nem lehet jogutódról beszélni, persze, hanem társ uralkodóról lehet beszélni. Csak most ezt a ennek beszélni. A gyülekezetnek a fogalmazásmódjával élve. Él, köszöni szépen, jól van, vissza fog jönni, az ő népe pedig őt képviseli, nem jogutódja, képviselője itt a földön. Igen. Csak az ilyen hírek hallatán nekem mindig az jut az eszembe, hogy tényleg most már akkora töltete van ennek az egész klímaőrületnek, hogy már egy vallás, egy ideológia épül köré, és egyre többeket így beszippant, magával von, be kell állni a sorba. Hát pont Svédországban tartottak egy több száz fős részvétel temetést, mert elolvadt egy gleccser. És elmentek gyásztertartásra, hogy eltemessék azt az elolvadt gleccser. Szóval nem is tudom, hogy van-e szó, ami ezt tudná jellemezni, ezt a szintű hülyeséget. Szóval ha nem olvadtak volna el a gleccserek, Svédország nem létezne, mai napig jégbe lenne. Tehát igazából őnekik érdekük volt, hogy a gleccserekből olvadjon fel valamennyi, mert különben nem lenne országuk. Szóval furcsa. Érthetetlen. Amúgy a hippi mozgalom mögött nem hasonló ideológiák voltak, Józsi? Ez hát, a föld szeretete, mánia. Persze, mindenki virága járt a füle mögött, tudod. Nem baj a füle mögött. Az a baj, hogy ez egy súlyosan sámánisztikus. Minden, persze. Az a helyzet, hogy gyakorlatilag nem szól másra, mint az embereket súlyosan bűntudat alá helyezik ezek az ideológiák. Érezze magát mindenki rosszul, aki egyáltalán él, eszik. Olyan bűnös, hogy húst. Mer enni. Húst. Húst, különösen. És hogyha ha és nem... És autóval jársz, ne haragudj, benzines vagy dízeles? Hát dízel ráadásul. Mikroszemcsét, de van benne szűrő. Budaörsről bejöttél egy dízeles autóval. Igen. Ide Kőbányára. Igen, bizony. És nem vettem fel közben 5 embert magam mellé, hogy ne legyen annyira hatékony a közlekedésem. Szóval, és ha nem gyűjti az ember szelektíve a hulladékot, akkor kész neki annyi vége. Az nem is ember manapság már. Értem én ezeket a dolgokat, de azért közben el kéne gondolkozni rajta, hogy például Magyarország, most múltkor hallottam a rádióban, hogy Magyarország a környezetszennyezés, nem tudom milyen anyagkicsup kibocsátásban, 1000-kel van benne. 1000-et. Nyom alatban Magyarország, egész Magyarországnak a környezetszennyezése 1000-e a világnak. Most erre biztos mondanák a környezetvédők, hogy az is sok, és sok csepp sokra megy, sok kicsi. Nem lehet mondani, csak nem itt van a kutya elásva, hanem ott van elásva, ahol a hatalmas ipar működik, ipari szennyezésről van szó, arról van szó. Csak ugye az más téma. Egy biztos, hogy a Föld, nézzétek, az Isten fog hozni a Földre ítéletet. Nem is akármilyet. Jelenések könyve. Így van. Ott vannak a pecsétek, 7 pecsét, 7. pecsétből kijön a 7 trombita, a 7 trombita utolsó 3 jaj, 3. jajból kijön a 7 pohár, és mind olyan természeti katasztrófát tartalmaz. Na most akkor Isten szereti a bolygót, vagy nem szereti a bolygót? Most Isten rombolja, vagy nem rombolja? Most érted? Isten is az ítéletet úgy fogja hozni, hogy gyakorlatilag teljesen lefogja. Szétzúzza, lefogja mérgezni. Foghatják a fejüket a bolygóvédők. Üröm lesz a folyóvizekben. Le fogja mérgezni Isten a folyóvizeket.
üröm legyen, méreg legyen benne. Vér lesz, véré válik a tengereknek. Minden a fele. Minden tengeri élőlény el fog pusztulni, le van írva. Szóval csak mondom, hogy, hogy ezzel nem azt mondom, hogy jó dolog pusztítani a bolygót, én is védem a bolygót. Én aktív természetvédő vagyok, mint vadász. Na. Én meg mániákus szelektív hulladékgyűjtő. Tessék. Mániákus, az olyan jó. Szinte nem biztos, hogy jó, de néha még a munkahelyről is hazaviszem, hogy, mert ott tudom, hogy nem szelektíven gyűjtik. És megértem, nincs ezzel semmi probléma. De az a helyzet, hogy, szóval nem a természetért vagyunk mi. A természet van miértünk, illetve mi az Úrért vagyunk. Amen. Ha ebben probléma van, az ember az Istent elfelejti, akkor Isten az ember, a természetet, természeten keresztül fogja az embert, a természetet fogja ráborítani az embernekre. És egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, Zsózsi, ezzel kapcsolatban ugrik be az, hogy nem lehető részben ez is egy kiindulási alap lesz arra, hogy minden szempontból ellene fognak állni Jézus visszajövetelének, mert lehető részben úgy tekintenek rá, mint egy földet elpusztító erőre. Szidalmazni fogják Isten, mert süt a nap. Mert azt mondják, hogy na milyen Isten az ilyen. Aha. És ezért fogják, meg van írva Bibliában. Jézus lesz a hibás az ózonjukért. Azért, mert olyan meleg van, és hogy nincsen tikkadnak az emberek a hőség miatt. Mert amúgy felfoghatatlan, hogy Jézus jön vissza, látszik, hogy egy természet fölötti haderő, és az emberek káromolják, el akarják pusztítani ezt a sereget. Ma viszont már olyan szintű hülyeségbe jut az emberiség, hogy lassan már nem olyan nehéz felfogni ezt, hogy az emberiség utolsó utáni pillanatig is káromolni fogja Istent, és ennek a környezetvédelem, ahogy és amilyen formában ezt most átadják és képviselik, ebben szerintem teljesen beilleszkedik. Az igazi környezetvédőknek meg kéne térni először, és hirdetni az evangéliumot. Hogy dicsérjék az Urat, és adjanak hálákat az emberek a természetért. Ha valaki hálás a természetért, nem fogja pusztítani, hanem azt gondozni fogja, ápolni fogja, és ki fogja belőle nyerni a javakat, de nem úgy, hogy kizsákmányolja a természetet. Mert hogy uralkodjál, ott az olyan szó van, ami egyben egy ilyen munkavégzést jelent, amiben az ember úgymond kiveszi belőle a javakat. Mondhatnánk kizsákmányolásnak is, de nem ez a jó szó rá. Aha, hanem igen. Úgy, hogy az ember dolgozik a földön, és a földet megműveli, és ebből ő neki van haszna. Így de van a ugye a Bibliában élni. Arra is utalás, amikor békén kellett hagyni a földet. A 7. évben volt a szabbat év, amikor nem volt szabad megművelni, nem tartották be. Azért volt a 70 éves valami fogság, mert a 70 évnyi szabbat év. De soha? Soha. Egyszer nem tartották be. Ebből lehet kiszámítani, hogy pontosan mennyi év telt el a szövetségkötés és a diaszpóra között, mert pontosan annyira eső jubileumi évet 70 évet pótolt be az Úr a babiloni fogsága. Pontosan Jeremiáson keresztül kijelenti, hogy a kimaradt jubileumi évek azok, amiket most lever rajtuk. Igen. És ez egy bizonyos szempontból szintiszta mezőgazdasági megfontolás volt, földvédelem. Hát abszolút. Hát így mondta Jézus, így mondta Isten, hogy pihenjen a föld. És mert a termérejét elveszti. Abszolút, és még hadd mondjak valamit, hogy a földben van egy olyan képesség, úgy van megteremtve, hogy elképesztő gyorsan regenerálódik. Amikor volt a ciánszennyezés a Tiszán, nekünk ott volt nyaralónk a Tiszalökön, és amikor volt ez a ciánszennyezés, hát egy, nem tudom, 90-es évek közepe környéken valahogy így, ha jól emlékszem, gyakorlatilag nem tudom hány száz vagy hány ezer tonnányi hal pusztult el, iszonyatos kárt okozott, ugye az aranybányának a ciánja belement a Romániából. És hát én akkor megkönnyeztem a Tiszát, mert gyerekkoromat ott töltöttem minden nyáron, ott pecáztam minden a Tisza parton, és hát úgy nézett ki a hírekből, hogy gyakorlatilag lehet keresztet vetni a Tiszára. Annyi. Ennyire súlyos volt a helyzet, nem is emlékszem rá. És ez történt ősszel, és letiltottak mindenféle halászati, horgászati tevékenységet a folyón. Jött egy áradás kora tavasszal, egy nagyon komoly erős áradás, amely az összes ilyen cián, illetve nehéz fémet elmosta, és nyár végén feloldották a horgászati tilalmat, halászati tilalmat, és elmentem a Tiszára, és olyan halbőség volt. De jó. Annyi madár. Olyan volt a természet, hogy egyszerűen leesett az állam, én akkor már keresztény voltam, és néztem, hogy milyen nagy az Úr. Hogy úgy teremtette meg a természetet, hogy a természet nem egész egy év alatt jobbat csinált, amikor békén hagyták, mint ami előtte volt. Óriási. Micsoda erő van a természetben, igaz? Igen. Igen. Hát ezért, ja, oda kell figyelni rá, az biztos, meg hát Istent kell dicsőíteni a természetért. Így van, és akkor meg nem lesz baj a bolygónkkal. Na de lejárt az időnk, úgyhogy már a nem semleges Barbie babákat nem tudom ide behozni nektek. Most semleges, vagy nem semleges? Nem semleges. Hát, hogy nem legsemleges. Na jó, akkor
akkor ezt most itt lezárjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon élveztem a beszélgetést. Remélem, köszönjük a hallgatók is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.